Jó reggelt kívánok, Lukács Zoltánnal, az MSZP országgyűlési képviselőjével, az Országos Választási Bizottság tagjával folytatjuk, bármit is jelentsen ez utóbbi. Jó reggelt kívánok. Na kezdjük ezzel, beválasztották, gratulálok. Ez most akkor mit jelent? A mi alapszabályunk szerint, ez már ciklusok óta így van, amikor elindul a kampány időszak, akkor a szocialista párt vezetését az elnökségtől egy úgynevezett Országos Választási Bizottság veszi át, és ez a grémium hozza meg a megfelelő döntéseket. Akkor gyakorlatilag önök vezetik a pártot. Igen, igen, gyakorlatilag igen. Ez a grémium az, aki az operatív döntéseket hozza. Ez kifejezetten a kampányra szól, és a kampányról szól? Ez a kampány időszakra szól, az alapszabály szerint is, és hát ez azt is jelenti, hogy a szocialista párt az kampányüzemmódba kapcsol, és innentől kezdve mi a kampányra fogunk. Mennyi mozgásterük van korábban eldöntött ügyek felülbírálásában? És most nem is kifejezetten arra gondolok, amire mindenki nyilván nagy, akkor most a DK-val az együttműködés és így tovább, hanem hogy irányt módosítunk, máshova tesszük a hangsúlyt a kommunikációban. Ezeket önök döntik el? Így van. Természetesen, ha mondjuk van egy országos választmányi, vagy egy még nagyobb, mondjuk egy kongresszusi döntés, azt nem tudjuk felülírni, de természetesen a napi ügyekbe, a politikai irányokba, stratégiákban ez a grémium. Van már a döntés, hogy mi lesz a kampány fő iránya? Természetesen a kampány fő iránya az, amit be is mutattunk a programunkban, és a programon belül az 5 pillér, amire ez az épül, a gyermekek, a nők, a nyugdíjasok, a munkavállalók és a kis és közepes vállalkozások, ezek azok a társadalmi rétegek, akik mindenképpen jelentősen jobban járnak azzal, hogyha a szocialista párt programja tud megvalósulni. És vannak erős mondataik, amiket óriás plakátokon fogunk látni? Természetesen ezek készülnek, természetesen az óriás plakátok is rendkívül fontosak, független attól, hogy most már 90%-a Simicska úr kezében van, reméljük azért jut nekünk is néhány hely, de hát a mi kampányunk legfőképpen a személyes találkozásokra épül, arra épül, hogy minél több emberrel kezet fogjunk, minél több emberrel szót váltsunk, és elmondjuk nekik, hogy mit várhatnak tőlünk, és az ő problémáikra milyen megoldási javaslataink vannak. Ez elegen vannak az MSZP ismert politikusai? Ugye mindenhol az ismert politikusokat várják, legyen helyileg ismert, az adott térségben vagy országosan ismert. Mindenhol fölálltak, a kampánysávok, minden választókörületi felelős vagy jelölt mögött megfelelő számú ember van, hiszen ez már hónapokkal ezelőtt kritérium volt, még a jelölté válás előtt pontosan meg volt határozva, hogy hány akciót kell csinálni, hány aktivistával kell rendelkezni, tehát ez egy nagyon komoly út már hónapokkal ezelőtt megkezdődött, és természetesen ott vagyunk mindenhol. Azt mondja Mesterházi Attila, hogy nagyobb kommunikációs fegyelmet kértek a megszoroló szocialistákra. Ez most azt jelenti, hogy nem mondhat nekem bármit? Én eddig is bármit azért nem szoktam mondani, amúgy sem. Hát ami a fejében van, hirtelen gyakorlatilag, arról van szó, hogy a Magyar Szocialista Pártnak, ezt itt nem kell mondanom, azért egy aránylag behatárolt média felülete van a mai média viszonyok között, amit ugye a kormány azért elég erőteljesen lefed. Ezért aztán azt a szűk média felületet, ami nekünk van, talán arra kéne inkább kihasználni, hogy az üzleteink célba jussanak, és ne pedig ilyen, hát hogy mondjam, csak igazán nagy cél nélkül önmegvalósítás. Tehát inkább arról szól ez a történet, hogy ha már tudunk média felülethez jutni, akkor leginkább a párt programjával, céljaival foglalkozunk. Nem arról szól, hogy ne beszéljen ki senki? Ugye most itt Edva Ildikó, részben Kovács László, és sokszor Szanyi Tibor saját véleményüket fogalmazták meg, ezt sokan a párt véleményének tekintik. Én azt gondolom, hogy a Magyar Szocialista Pártnak valahol ez értéke is volt, bár nyilván kampányidőszakban azért ezzel óvatosabban kell bánni. Ugye én úgy vagyok vele, hogy minden vitát, még ami kimegy a nyilvánosság elé, és ami természetesen nem jó, de még mindig jobban fogadok, mint egy olyan pártot, akinek az elnökéhez oda kell járulni a családi házába, és egy személybe eldönt minden jelöltről, üzenetről, és általában a politikáról. Tehát, az MSZP-ben nincs így? Hát én azért nem hallottam arról, hogy sorba kell állni a Mesterházi Attila háza előtt, és ott el kell mondani, és ő... Hát ez talán nem, de nem Mesterházi Attila dönt? Hát természetesen a jelöltek személyről az országos elnökség dönt, a helyi szervezet javasol, a helyi szervezet dönt, figyelembe van véve mindenféle előzetes munkája és teljesítménye. Én arról beszélek, hogy a viták nem jók, kimennek, de az meg pláne nem jó, hogyha még viták sem lehetnek egy pártban. Tehát én azt gondolom, hogy a vitákat bent kell tartani. Na akkor most volt egy választmány, volt vita? Tehát természetesen a választmány az arra van, hogy megvitassa a pártnak az ügyeit, és aztán utána meghatározza. Mi volt a legélesebb vita?
Éles vita nem volt, inkább beszélgetés mondanék, vagy mély vitát mondanék, ami a választmányi ülést megelőzte, mert ugye megelőzte itt a sajtó, hogy hú, micsoda balhé lesz a szocialistáknál, most megint ki kellett, hogy ábrándítsuk azokat, akik ezt várták. Egy nagyon jó beszélgetés volt, és az volt, hogy hát ugye persze többféle napirend volt, sok mindenről folyt a vita, folyt a beszélgetés. Főképpen az volt, hogy mindenki abból indult ki, minden hozzászóló, hogy a siker érdekében milyen módon kéne ő szerinte haladnunk, és milyen irányokat, de konkrétan választókereti szinten beszéltük meg, hiszen ott voltak Bajnai Gordon is, Szigetvári Viktor is, Karácsony Gergő is, és konkrétan a kampányról technikailag hogy fogjuk összeegyeztetni, milyen módon fogunk együtt menni. Egy nagyon jó termékeny beszélgetés volt. Mesterházi Attila is, meg Bajnai Gordon is azt mondták, hogy a megállapodás irányításának, mert az önök közötti megállapodás irányításának nem látják értelmét. Ennek ugye az a tétje, hogy lesz-e a DK-val egy újraindított együttműködésről szóló tárgyalás, vagy sem. Egyáltalán szó volt a választmányon a DK-ról? Volt egy-két felvetés ezzel kapcsolatban, természetesen az a párt, amelyik az aktuális politikai helyzet nem minden elemét vitatja meg, az nyilván rossz irányban van. Erről is volt felvetés, egy-két darab, különösebben nagy visszhangja nem volt, tehát órákig nem beszéltünk erről, voltak erről vélemények, aztán a választmány teljes az egység az ügyben, hogy ne kezdjék újra? Hát én legalábbis azt láttam, hogy teljes az egység. Az, hogy gondolkodás volt róla, az természetesen rendben van. De egyébként erre nagyon adekvát választ éppen a választmány elnöke adott a választmány ülést követő sajtótájékoztatón, aki elmondta azt, ami már sokak számára elfelejtődött. A választmány elnöke Botka László. Botka László, aki azt mondta, ami igaz is, hogy a demokratikus koalícióval kapcsolatban a demokratikus koalíciónál van a labda. Tehát a Vadul László ezt az imént cáfolta. Hát akkor... Akkor még nem volt itt. Nem tudom, hogy cáfolta vagy nem. Egy biztos, azt mondtuk, hogy közös lista, azt mondtuk, hogy lehetnek jelöltek, ezt ők nem fogadták el. Azt is mondták, hogy ki nem lehet jelölt, vagy kik nem lehetnek jelöltek. Azt mi nem mondtuk, hogy ki nem lehet jelölt, azt mondtuk, hogy bizonyos emberek, akik úgy mentek el a szocialista pártból, hogy adott helyen mondjuk konfliktust okoztak, ők azon a helyen valószínűleg konfliktus nélkül nem vállalhatók, de egyébként más helyütt szívesen látjuk őket, de hát mi pontosan megmondtuk a listás helyeket. Tehát akkor ez nem igaz, ami itt kivert a biztosítékot, hogy se Gyurcsány, se Vadai, se Varjó, miért ne lehetne Vadai Ági jelölt? Miért ne lenne vállalható nekünk, hogy Vadai Ágit valaki mondja meg? Vagy a Varjó Laci, aki még a BID-ből ismerem, és évtizedeken át szocialista miért politikus ne? Volt. Miért ne lehetne? Azt mondtuk, hogy ha ők jelöltként szóba kerülnek, akkor fontoljuk meg azt, hogy ne ott legyenek jelöltek, ahol konfliktusosan távoztak a pártból, hanem próbáljuk meg ezt máshol, de hogy a személyük elfogadhatatlan, ilyet nem mondott senki. Én nem vagyok a sutyorgásnak, meg majd a függöny mögött megbeszéljük típusú kamarilla politikának nagy híve, de szerencsére nekem nincs is eszközöm. Csak azon gondolkozom, hogy nem lenne egyszerű most már leülni valami kiskocsma hátsó helyiségében, és tényleg ezt megbeszélni, mert ugye ez állandóan kikerül az asztalra, és egymásnak ellentmondó állítások fogalmazódnak meg folyamatosan mindenkitől. Akárkit hall az ember, egy kicsit mindig más a történet. Sokkal egyszerűbb lenne leülni és megbeszélni. Nem lehet? Mi leültünk megbeszélni. De nem hivatalos módon, nem tényleg azt mondani, hogy üljünk már egy dumáljuk az már baj, át. Az baj, hogyha hivatalos módon valaki más mond, mint a kocsma hátsó asztalán. De ezt mind a kétféle elmondja a másikra. Hát ugye most mondjam, hogy Vadai Ágnes lehazugozta Botka Lászlót. Ha Vadai Ágnes lehazugozta Botka Lászlót, akkor Vadai Ágnes nem tudom, hogy miért gondolja, hogy ez közelebb visz minket ahhoz, hogy együtt. Hát lehet azt állítja, hogy Botka László olyat mondott, ami nem igaz. Hát én is ott ültem azért, az tehát asztalán. Azért mondom, hogy egy kicsit egyszerűbbnek tűnik az üzenet. Én ezt mind értem, de a Botka László is, és én is azt mondom, és minden szocialista politikus ugyanezt mondja, hogy ez az ajánlat, amit akkor adtunk, ez az ajánlat van. Ez az most ajánlat is? Nem kell. Hát azóta senki nem mondta azt, hogy nem él. Az az ajánlat nem lett elfogadva. Ehhez képest most már mindenki próbál máshogy emlékezni. Tudja, az az igazság, hogy én járok az emberek között, és körülbelül a 100. probléma, 100 problémájuk között nincs az, hogy mi van a DK-val és a szocialista párttal. Nyilván ez ilyen módon az emberek többségének az életét nagyon, nem határozza meg, ezt tudjuk. Jelentősen azt kérdezik, de majd a választások pillanatában érdekes lehet. A választások pillanatában az emberek arra fognak szavazni, aki a problémáikra megfelelő megoldást fog kínálni, és arra fognak szavazni, akiről azt gondolják, nem szavaznak szét, mert azt gondolják az emberek, hogy ők arra fognak szavazni, akik biztosan be fognak jutni a parlamentbe, akik nem azon gondolkodnak, hogy esetleg lesz
5% vagy nem, hanem arra fognak szavazni, ahol biztos nem veszik el a szavazatot. Magyarán akkor ez a taktikájuk? Hogyha másképp nem megy, akkor a DK-ra úgysem mernek szavazni, mert elvész a szavazatuk az Orbán rendszerrel szemben. Ez nem a mi taktikánk, ez az emberek jól felfogott érdeke, hogy odaadják a voksukat, ahol nem esetleg hasznosul, hanem biztosan hasznosul. Ezért mondjuk mi azt, hogy ezekben a kérdésekben azért a mai számok mégiscsak azt mutatják, hogy a nem a kormányváltó szövetségre leadott szavazatok, azok általában elveszett szavazatok, mert egyelőre még senki nem tudja megugorni az 5%-ot. Ezért jelen pillanatban minden máshova leadott szavazat, az nem, hogy nem hasznosul a kormányváltás érdekében, hanem egyébként a most elfogadott új választójogi törvény szerint még a Fidesz is részesül azokból az elveszett szavazatokból, amit ők esetleg kormányváltásra adnak. Hogy a legfrissebb mérések szerint a DK ott tart az együtt PM. Akkor most ennyi erővel lehetne a DK is az önök partnere, mert ha így nézzük, akkor nem kapnak többet Bajnai Gordonéktól sem. Szerettük volna, hogy a DK partnerünk lett volna, de a DK az nem fogadta el a mi javaslatunkat, már pedig elmondtuk, hogy az a javaslat az áll, mi annál többet nem tudunk kínálni, nekik ez nem volt megfelelő, ezért aztán azt mondták, hogy ebben nincs. Nem vagyok a DK szószója, de látja maga előtt azt a helyzetet, amikor azt látják, hogy ők 31 helyet kapnak már az együtt PM, a DK pedig mennyit kapott volna önöktől? Nem ez a kérdés. De ez fontos kérdés, mennyit kaptak volna? Nem emlékszem, hogy mennyit kaptak volna. De emlékszik. Mennyit? Négyet? Négyet. Négyet, ugye, hogy emlékszik. És a másik meg 31-et, és igen, a támogatottságuk takra ugyanannyi. Hát akkor ezt egymással kéne egyrészt megbeszélniük. Hát de önök másrészt pedig, azért szeretném elmondani, hogy a Szocialista Pártnak van egy olyan nagyra vágyó terve, tudom, hogy sokaknak nem tetszik, hogy elindulna a választáson. Tehát az, hogy még itt felsorakozik 43 darab 2,5%-os, meg 1%-os párt, mindegyik beáll a Jókai utcába, és mindenkinek odaadunk 3, 5, 8, 10, 20 egyéni helyet, majd pedig mi köszönjük szépen, nem indulunk el a választáson, átadjuk az irodakulcsokat. Hát csak mindenki egy kicsit gondolkozzon már el, az helyezze el magát a súlyának megfelelő módon a politikai palettán. Azért azt ne várják már el a Szocialista Párttól, hogy egyébként a rendelkezésre álló 106 körzetből 104-et kioszt, kettőbe elindul, és egyébként köszönjük szépen mindenkinek. Hát akkor el kell érni azt a küszöböt, el kell indulni, meg kell nyerni a választást. Nyertek tegnap Fóton, meg kell nyerni a választást, ez egy jó apropó ehhez, hogy ezt szóba hoztam végezetül. Az ellenzéki összefogás jelöltje győzött, abban benne voltak önök is, az együtt is, a DK is. Hát látja, hogy tudja a DK szavazója, hogy hol kell szavaznia? Na de benne volt a DK is abban az együttműködésben. Hát hogyne? Hogyne lett volna benne? Ezért mondom, akkor mi a probléma? Hát a helyi szinteken, vidéken, helyi szinteken semmi probléma nincs. Ez a felső vezetés vitája. Akár az én megyémben mondhatom, de sok megyében tudok példákat mondani, semmi probléma nincs az összefogás és az együttműködéssel. Mindenki látja, hogy körülbelül milyen erőt képvisel, milyen bázisa van, milyen aktivitást tud, milyen aktivista hálózata van, és szépen mindenki elhelyezi magát ebben a dologban. A választók azok pedig pontosan fogják tudni, hogy hova kell tenni az X-et. Itt Fóton megmutatta ez a választás, hogy le lehet váltani a kormányt. Nyilván itt már el sem mert indulni a Fidesz, hanem egy cöfös mögé álltak be, és őt támogatták, és most azt hangoztatják, hogy azért nem nyertek, mert nem is indultak. Hát ebben egyébként senki nem akadályozta meg őket, hogy elinduljanak. Itt nyert az összefogás jelöltje, egy ilyen időszak után, ami mögöttünk van. Ez azt mutatja, hogy bizony vannak nagyon komoly esélyek arra, hogy le lehessen váltani ezt a kormányt, és azt mutatja, hogy helyi szinteken az egyszerű emberek szintjén, az aktivisták szintjén él az összefogás, él az együttműködés, ezek a dolgok szépen ki fognak alakulni helyi szinteken. Az, hogy néhány felső vezető a saját helyzetével elégedetlen, és ezért ilyen típusú politikai akciókat szervez, azt is megértem, csak láthatóan pont a Fóti példa mutatja, hogy ebben a dologban helyi szinteken rendben leszünk. Köszönöm, hogy eljött és elmondta ezeket. Én is köszönöm.